elkészült Bonyhádváros elmúlt évi gazdálkodásának zárszámadása. A gazdasági beszámolóból kiderült, a város vagyonában jelentős gazdagodás állt be a tavalyi esztendőben. Fauszt Józsefné, a pénzügyi osztály vezetője úgy értékelte a tavalyi esztendőt, hogy jól gazdálkodott a város lehetőségeivel. Összességében az mondható el, hogy a bevételek teljesültek, illetve egyes területeken túl teljesültek, és a kiadásoknál pedig a szükséges feladatok megvalósultak, a források ezt biztosították, és bizonyos területen megtakarítások is keletkeztek. A Bonyhádváros önkormányzata költségvetése teljesített bevétele 4,7 milliárd forint volt, míg a kiadási oldalon 3,4 milliárd forint összegű kiadás merült fel. Nyilvánvalóan a különbözet az önkormányzat pénzkészletét év végén növelte, és ezzel a következő évi kiadások forrását is biztosította. A városban azt gondolom összességében azt mondhatjuk el, hogy egy kiegyensúlyozott év gazdálkodása zajlott és folyt, hiszen a működési területen, ahol is az intézményi gazdálkodás lét, hivatal működtetés, város üzemeltetés tekintetében a források rendelkezésre álltak és a szükséges kiadásokra fedezetet biztosítottak. Bizonyos esetekben még kisebb maradványok és megtakarítások is keletkeztek. Jelentős volument képviselt a költségvetésben a beruházásokhoz kapcsolódó pénzösszeg, mondta a pénzügyi vezető. A város a korábbi évi pályázataiban közel 6 milliárd forint összegű pályázati támogatást nyert el. A beszámolóban is számot adtunk arról, hogy itt 26 projektnek a lebonyolítását, vagy bonyolítását végeztük az idei év során is. Volt, amelyik már előző évben kezdődött, volt, amelyik befejeződött, és nyilván lesz olyan is, amely a 2019-es évben, vagy a 2020-as évben még folytatódni fog. Itt a megfelelő mérföldkövek alapján zajlott a beruházásoknak, illetve a projekteknek a megvalósítása. A befejeződő projekteknek is köszönhetően a város vagyona folyamatosan emelkedett. A 2018-as évben 1 milliárd forintnyi volt a vagyongyarapodás.